bizonyos vörös szőnyegem. A hétvégét riporterünk Somogyi Dóri Londonban töltötte, abban a hatalmas stúdióban, ahol a Harry Potter filmeket forgatják. A világsztára avantgárd tini szereplők őszintén meséltek a favoritnak sztárságról, tervekről, na és az első csókról. Csajok, figyelem, Daniel Radcliffe érdekes dolgokat árult el magánéletéről. A világ leggazdagabb tinédzserei, akik futószalagon gyártják a sikert. Daniel Radcliffe alias Harry Potter és szereplőtársai a szigorúan őrzött London melletti filmstúdióban fogadták a favorit stábját. A srácok, akik éppen a hatodik Harry Potter filmet forgatják, kedvesek és közvetlenek voltak velünk. És kiderült, hogy a bankszámlájukat leszámítva, ők is ugyanolyanok, mint minden 18 év körüli fiatal. Legszívesebben krikettet nézek, olvasok vagy megnézek pár jó filmet, esetleg meglátogatom a barátaim. Ja, vagy alszom egyszerűen, csak alszom, ha van rá időm. Erre viszont nincs túl sok ideje, Daniel ugyanis egész kicsi gyerekkora óta varázsló tanoncként tengeti mindennapjait. Ne feledje, a pálca választja a varázslót. Ez persze jövedelmező foglalkozás. A most 18 éves fiú ugyanis már a világ egyik leggazdagabb gyermeke lett. Becsült vagyona 23 millió angol font, azaz körülbelül 8,4 milliárd forint. Minden vele kezdődött. Ő J.K. Rowling, a Harry Potter könyvek írónője, aki ha már a piszkos anyagiaknál tartunk, több mint 1 milliárd dollárt kaszált a kötetekkel. A Harry Potter jelenség világméretű mánia lett. Az éppen megjelenő könyveket ezért mindig a legszigorúbb biztonsági őrizet mellett szállítják a boltokba. A sikerkönyvből hamar film is készült. A forgatás helyszínei azóta zarándok helyek lettek. A tizenéves főszereplők pedig világsztárok, akikért, mint látják, hisztérikusan rajonganak a fiatalok. Az ötödik filmben van egy újságíró, meg egy paparazzi, akik szerintem jelen vannak a te valódi életedben is. Mi volt a legképtelenebb dolog, amit saját magadról olvastál az újságokban? Volt egy cikk, amit nem is olvastam el pontosan, de valami olyasmit írtak, hogy 4 hét alatt 22 centit nőttem, és 2 méteres égi messzelő lettem. Hát, aki ismer, az tudja, hogy ez nem így van. Daniel, Emma és Rupert. Ez a szereplők valódi neve. Mára viszont őket mindenki csak Harryként, Hermioneként és Ronként ismeri, ami bizony megnehezíti a normális életet. Vannak napok, amikor azt kívánom, bárcsak normális lehetnék, vagyis egyszerűen csak saját magam szeretnék lenni, akit nem ismernek fel. De van, amikor nagyon élvezem ezt az életet, és hogy a filmjeim sikeresek. Nagyon kiskorod óta játszod ezt a karaktert. Van valami, amiről le kellett mondani a film, vagy az életformád miatt? Igen, vannak dolgok, amik kimaradtak, hiányoznak a barátaim. Bulizni és suliba járni sem tudtam úgy, ahogy a korombeliek. Nagyon szoros a napirendem, sok lemondással jár, de a végeredmény megéri. A Hermione-t alakító Emma egyébként elmesélte, hogy a gimnázium után egyetemre szeretne menni. A filmezést persze a Harry Potter mozik után sem akarja abba hagyni. Nagy álma, hogy Dustin Hoffmannal dolgozhasson együtt. Persze Daniel sem marad egész életébe Harry Potter. Színházban is nagy sikerrel szerepelt, de a filmezést sem szeretné abba hagyni. Nagyon remélem, hogy filmezni fogok. Szeretnék ezen a pályán maradni. Kipróbálnám az írást is, de nem a forgatókönyvírást. Érdekel a rendezés is. Daniel életében persze a lányok is egyre fontosabbak. Sokat cikkeztek arról, hogy bántja a színészt, hogy sok lány csak a pénze miatt közeledik hozzá. Ami 23 millió angol fonttal a zsebében, bizony sajnos nem meglepő. A színészt már sok mindenkivel összehozták. Filmbéli partnernőjétől a sminkeség. Hogy ebből mi volt valós kapcsolat és mi nem, az bizony nem tudni. De az biztos, hogy ahogy a Harry Potter sorozat 5. részében elcsattant az első filmes csók, úgy már Daniel is átesett ezen az élményen. I was 14. 14 éves voltam, akkor történt az első igazi csók. Azt persze nem mondom el, hogy kivel. Nem ismert ember volt. Elég élvezetes volt. És élvezetes a forgatás is. A fiatalok pár hete ugyanis ismét kamerák elé álltak. A filmsorozat 5. része, a Harry Potter és a Főnix rendje, hamarosan már DVD-n is megjelenik világszerte. Ők azonban már a 6. filmen, a
csaknem 140 millió font, vagyis közel 51 milliárd forintos költségvetésből készülő Harry Potter és a Félvér hercegen dolgoznak, amit nagyon élveznek. Ha választhatnál egyetlen varázslatot a filmekből, amit meg tudsz csinálni a való életben, is mi lenne az? Az autó ne repülést, az klassz lenne. Azt nagyon élveztem a forgatáson is. Az exkluzív interjúnak itt még nincs vége. Daniel Radcliffe ugyanis ezekben a napokban forgatja a Harry Potter sorozat 6. filmjét itt a mögöttem látható díszletben. A kulisszatitkokról csak nekünk meséltek, hogy a szereplők mivel töltik a forgatás alatt mindennapjaikat, kiderül holnap este itt a Favoritban. A holnapi Favoritban tehát az új film és DVD kulisszatitkait mutatjuk meg, sőt, a mozi rendezője még arról is mesélt, mit szólt a stáb, mikor pár hete az írónő bejelentette, hogy a filmben szereplő egyik karakter, az iskolaigazgató Dumbledore,